Sziasztok, ez itt a heti még Borutós verziója, méghozzá a 93. epizódjával. Nagyon jó részt láthattunk, a hangulat pedig teljesen a Slice of Life-ra ment rá. Minden perc élvezetes volt, és igazi kuriózom volt együtt látni Narutót és Himawarit. Az is biztos, hogy mások is lesznek ilyen szülő-gyerek kapcsolattal, vagyis igazán jó részeknek nézünk elébe. Miután Shikamaru felhozta, hogy milyen programja lesz a Hokagénknak, Naruto természetesen örült neki. Ráadásul korábban ilyen szülő-gyerek nap korábban nem is volt, amit mi is tanúsíthatunk. Pedig milyen érdekes lett volna, ha a sima Narutóban Sakurát elviszi az apja valahová, és ekkor Naruto és Sasuke szomorúan nézett volna az árvaságot. A rajzolások igazán nagyok lettek, és végeredményben minden szereplő nagyon jól nézett ki. De nagy érdekesség lett Hinata, aki ezúttal is elment egy indokkal, kihasználva a helyzetet, hogy most neki nem kell a gyerekekkel lennie. Annak idején szintén elment valamilyen csajos időtöltésre hivatkozva, de ez már nagyon gyanús. Nem tudom, milyen merész akar lenni a Slice of Life-a sorozatban, de hatalmas lenne, ha Hinata félre lépne. Sajnálom, hogy Boruto nem tartott Narutóékkal, játszotta a menő legény, de véletőleg ennek lesz majd valamilyen utószele. Himawari ellenben rendkívül jól adta át az apás kislányt. A padlón aludt, hogy megvárhassa az apját, így Naruto helyében bárki azt tettem volna, amit ő inkább nem alszik. Olyan pofont adott le magának, hogy csoda, amiért nem vérzett. Japánban szokott lenni egy olyan fesztivál, ahol ilyen limitált figurákat is szoktak árusítani többek között, maga a sorozat pedig ebben a részben ezt próbálta átadni hangulatban. Ez sikerült is, vagyis a Kurama egy igen ritka fancuc, és bizonyára most adták lejjebb az árát. Himawari meg akarja szerezni ezt a Kurámát, de ez nem megy könnyen, de az elég fura volt, hogy nem ismerték fel Narutót. Kiba megjelenése emelte a színvonalat, és láthattuk, hogy Akamaru is jelen volt, illetve egy másik kutya. Ezek szerint a ninja kutyák se tudnak sokáig élni, ami azt jelenti, hogy már nem sok van hátra Akamarunak, ezért én nagyon sajnáltam őt. Az is kiderült, hogy Kiba is nőtlen még, vagyis csak most tud róla annak a macskás nőnek. Szerintem sietnie kéne, így véletlenül tudja, hogy kapni fogunk majd egy külön Kiba részt. Ha csak Kiba nem Hinatával van jóba. Amint elmegyünk a virágboltba, Ino szépség elénk tárult, és csak azt hibázott, hogy keveset szerepelt. De a mellei megvoltak, így szerintem ez a legfontosabb. Két virágot is adott Himawarinak, ami nagy szám, mert Japánban igen drágák a virágok. A tentehez vezető út alatt láthattuk, hogy Sarada és Sasuke is eltöltötte a külön napját, ami azt jelenti, hogy biztos, hogy ők is kapni fognak majd egy külön részt. Tenten szájmozgása feltűnően alapos volt, és mivel ezúttal is erősítették meg a házasságát Lee-vel, továbbra is találgatni tudunk csak. Ám lehet, hogy Lee elment metállal, és amint majd megmutatják nekünk a külön részüket, lehet, hogy lerántják végre azt a leplet. De vajon kelendő be a virág a fegyvereknél egy ninja faluban? Lehet, hogy igen, mivel nincsen annyi harc, így nem kellenek fegyverek se annyira. Shikamaru pedig megemlítette, hogy manapság kevesebb ninja van, mint sima falusi. Shino miatt a saját szemünkkel láthattuk, hogy hogyan fest ez a Kurama, és annyira jól néz ki, hogy az még nekem is kéne. Ahogy Shino dédelgette, az nagyon jó volt, vagyis kéne neki már egy gyerek? Nos, Anko még szabad préda, és van rá arra példa, hogy az idősebb nők tudnak gyereket szülni. Kiba segítsége balul sült el, mert a kutyái hamburgert hoztak a Kurama helyett, és elég furcsa volt, hogy nem etette még meg őket, pedig elmúlt már reggel. Naruto azonban utána eredt a ninjáknak, aki összecserélte a csomagokat, és ekkor egy igazán érdekes fejleményt láthattuk. Naruto nem tudott klónokat csinálni, mert azok elaludtak. Ezzel választottak nekünk arra, miért nem oldja meg a klónjaival a dolgokat, amikor nagyon sok a munkája. Az alvás hiány bizony más fáradalom egy edzés utáni kimerültségtől, ezért ha Naruto álmos, nincsenek klónok se. Később fény derült arra is, hogy a ninjánk a határvidékre volt beosztva, ezért ritkán tudta látni a gyerekét. Ez a nap így fontos volt neki, ezért vágta át a kutyákat, amit Naruto át is érzett. Áthelyeztette inkább a fickót, miközben éreztette a vezérségét is, ami hatalmas pillanat volt. Az epizód végére Himawari karakter fejlődött, mert rájött, hogy nem mindent kaphat meg. Jobb adni, mint kapni, valamint fontosabb az együtt töltött idő az ajándékoknál, habár a Shikaku az tényleg ugyanolyan aranyos, mint a Kurama. A naplementés hazarohanás az apa és a kislánya kötelékével koronát tett a részre, és ilyenekből többet is elnéznék. Ha nektek is kéne a Kurama, azt osszátok meg kommentben a videó alá. Illetve arra is feleljetek, szerintetek miért tették ilyen komolyjá Kuramát? Megorrolt, amiért fancutot csináltak belőle, holott igazából örülnie kellene neki. A következő részben Chocho fog eltölteni egy napot az apjával, sok evésre és ételre számíthatunk, a rajzolások pedig most is jók lesznek. Ki ne hagyjátok az újabb epizódot! Ez volt a heti animék Borutós változata erre a hétre, találkozunk a legközelebb alkalomkor. Addig is elosztok! Ha tetszett a videó, lájkolj, kommentelj és iratkozz fel, és keresd a csatornát a további tartalmakért.